Sziasztok, a Szerencsvadász vagyok. Sziasztok, én pedig Ricsi. És elérkeztünk a pakkaparásunk utolsó részéhez, azaz... Kiskerék teljes pak, ötödik rész, az utolsó. 50 darabot kapartunk, és itt az utolsó 10 van a kezünkben. Így. Tudom, hogy ezt így felezzük el. És akkor tépkedjük. Ott a felé. Ez csak 4, 5, 6. Jól elfelezzük. Jó, van mindegy. A pénzt is majd így felezzük. Igen, jó, okay. Hat az enyém, 60%. Felefelébe vettük, 25.000-be került, 12.500. Így és a nyereményeket is így szeretnénk elosztani, hogy sok nyeremény legyen, amit elosztatunk. Várunk egy nagy nyereményt, eddig voltak azért nyereményeink, de olyan igazán egetrengető nem volt. Habár, hogyha megnézitek a sors egy hátulját, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon nehéz nagy nyereményt elérni rajta. Még a 10.000 forintos nyereménynek is olyan icike-picike, kicsike esélye van, hogy mondjuk 30-szor nagyobb az esélye, hogy az ember szuperbankon nyer 10.000 forintos, mint hogy ezen. De a még nagyobb nyereményeknek még kisebb az esélye, tehát ilyen nagyon-nagyon brutál szar. Hú, viszont van egy 25 milliós, meg 5 darab 1 milliós. Reméljük, hogy van. Kifogjuk. Szerintem te fogod így adni nekem a 41-est, én ezeket adogatod, lekapardjuk, szurkoljatok, hogy nyerjünk valami nagyot, és a végén megnézzük, hogy hogy osztottak el a nyereményünk, amúgy tök érdekesen eddig. Mindenféle diagramokat fogunk mutatni, elemezni, és nézzük. Itt a 41-es, amivel kezdeni fogunk. Itt az azon kívüli 9 darab, amit le fogunk kaparni. Itt meg az az előtti 40 darab, amit már lekapartunk. Még nem tudjuk pontosan, hogy milyen eredmény született. A végén fogjuk összeszámolni. Viszont én nagyon kíváncsi leszek, hogy itt az utolsó részben sikerül esetleg valami nagy nyereményt találni, vagy valami jó kis pluszos kaparást összehozni. Tudjuk már, milyen pluszos kaparást összehozni. Jó érzés, ezért újra szeretnénk átélni. Illetve azt is, hogy milyen milliós kaparni. Azt nem tudjuk még. De most majd megtudjuk. Igen? Hát legyen, és az tud jó lenne átélni, az biztos. Na nézzük, hogy találunk egy nyert szót. Hát persze. Kis híján. Hát ha a következő. Egyébként van egy külön fogadásunk, az első részben fogadtunk kicsivel. És én vezetek. Nézzétek vissza, hogy miről szól, meg hogy mi lehet. Ott pedig a nem talált és a majdnem van. A végén meg majd kiderül, hogy ki nyer sört a másiktól. Uh-huh. Próbálja újra. Közel volt. Szinte. Talán máskor. És legközelebb második játék, vagy egyesek szerint tizedik. Igen. 100.000, három azonos összeget keresünk. 6.000 és 4.000. 2.000. 100.000 és 500. És a mázli szó, az L az jó, a V, Y nem is V, Z, O és ott a V, ez L, Y, Z, O, V, nem jó. Nem nyerővel kezdtük, jöhet a 42-es, na én ezt a számot kifejezetten szeretem. Kezdjünk a mázliból. Nem lesz mázlink. O-val kezd, O, S, L, B, A, nesze nekünk. 5.000, 25 millió és 10.000, 2.000, 500 és 5.000, nem volt 3 egy horon. Jön-e a nyert? Szinte közel volt és kis híján, legközelebb próbálja újra, hát ha a következő nem talált, talán máskor, és hajszál híján, a francesz semblé. Hát ez nem nyert, a betű egy P betű, az előző meg sem néztük, hogy nem néztük el valahol a dolgot. Meg egy A, hát ennek a sorsainak nem lesz a PH értéke. A másiknak meg, a másiknak a betűi meg, na, hol vettük betűk, egy H, meg egy X, tovább nem is keressük. Ez a HX, ez nem megfelelő. Egyforma betűk kellenek ugye a nyeréshez. 0-43. Na hát akkor ezt megkezdjük a 2-es vagy 10-es játéknál. 500.
25 millió, a legkisebb is a legnagyobb nyeremény, meg egy 4000-es. Jó, még itt. 25 millió, az jöhetne. 500, na 500 vagy 25 millió, vagy 4000. Persze, hogy a 4000. Már csak poénból mondtam, mert mindig ezt játsz, hogy kiadja a két-két-két számot, aztán szavaz. De akkor itt meg egy OB nagyobb oázás van. OB, AMB. Nyert szó. Próbálja újra, és kis híján. Jaj, egy rohadt betű előjött. Uh-huh. Az majdnem. És hát, ha a következő. Nem talált. Talán máskor. Legközelebb. Közel volt. És szinte is. Hát ez nem nyert. Ott egy N, meg egy K. Különböző betűk. Háromból semmi. Na, gyerünk, jöjjön már. Ezen van egy kis plusz. Majd ez. Reméljük, hogy ez. Nem talált. Hát, ha a következő. Kis hián. Közel volt. Szinte. Próbálja újra. Téli szalámi. Zsíros lábszár. Mi van még itt? Meg legközelebb. Hát ez nem jó. Lehetne jobb is. 4000. 100 000 és 100 000. 2000. 50 000. 100 000 kell. Na. De nem adja. 50 000. Jön-e a Mázli? Annak most extra zsinkolsz. A Z az jó. Zóvi, BM, ez se nyerünk, nincs semmi, utcu neki, UC, különbözőek. Jöhet a következő, na hát erről meg leszaggatva van, valami ez volt, rápattapadva az előzőre, majd hát ha ez. Na milyen ide, L, V, I-S, és egy Y, és akkor itt pedig van nekünk egy 2000, meg egy 5000. 6000, 100 000, 5000-ből 2 van, 6000-ből is. Nézzük, hogy milyen szavak nyert. Vannak ideírva. Nyert kell, kell nekünk nyert. A nyert kell. Erre mit ír ez? Körömpörkőt. No, Kelly. Zsíros deszka. Ez meg hajszál híján. Légy van a levesben. Szaros palacsinta. Na, az, ez a szinte, ez kiakaszt. Nem talált, és közel volt, hát ez sem nyert, 5-ből semmi. Mi a fene van? Utolsó, utolsó rész, és ne, ilyen szar. Igen. Hát ez szép. Jön az egyik kedvenc számod. Na, 46-os. Na, legyen már nyerő. Legyen nyerő, te 46-os. Majdnem. Legközelebb. Nem talált. És próbálja újra. Hát, ha a következő. Szinte. Közel volt. Kis híja. Talán máskor. 25 millió. 4000. És 5000. 5000, na 5000, gyere, 4000, az is jó lenne. Fogadjunk ugye 25 millió sem. Tuti. Ott is van. Meglepődtünk. És egy óval kezd. OLAB. 5-ből semmi, 6-ból semmi. 6-ból semmi. Mi a fene van itt a végén? Hello! Na majd az én kedvencem. A Pali. 47. TW. Istenem, hát ez hogy lesz? Jó kis hetes végű. Na nézzük. Nyert. Hát, ha a következő. Hát, ha a következő nyert. Szinte. Próbálja újra. Legközelebb. Közel volt. Majdnem. Hajszál híján. Talán máskor. És kis híján. Nem úgy nyertünk.
100 000. 500. Már 500-nak is örülnék, csak jöjjön valami. 2000. És 50 000. Na, még egy 500-os. Na, beugrik. Gyere 500! Gyere 500! Nem jön. Azt a mindenit. Még egyszer 2000 van. És a mázli. Az E az jó. Az M az jó. Na, na hát gyűlik. Két jó betűig még egyszer sem jutottunk el most ebbe a videóba. De a harmadik már nincs meg. Biv a vége. ZMBIV. Jajjaj. És NFD. Sajnos. Három darab sors egy már. Csak három van. Igen. Nem már. Y-nal kezd. L, M, A, S. 500 és 10 000. 4 000 és 6 000. 500, gyere 500, gyere 500. Ott az 500! Na, nyerő! Megvan az első nyerő sorsunk ebbe a videóba. Hú, azt hittem már kopaszak leszünk a végére. Nulla nyeremény. De nem. És jön még hozzá. Hajszál híján. Szinte. Próbálja újra. Kis híján. Majdnem. Talán máskor. Nem talált. Közel volt. És hát ha elkerül a nátha. Vagy hát ha a következő azt mondja. Hát akkor egy 500-os nyertünk eddig. K betűk. Hú, a kurva életbe. Ez kevés. Hát ott vannak a kárt, nézzük, hogy a 49-es ad-e valamit. 2000, 100 000, 6 000, 4 000, Emilio és 4 000. Itt nem volt 3 egyforma. 6 000-ből kivonnánk a 2000-et, jó lenne. Igen. Na hát akkor mázlizzunk. Mázlizzuk össze magunkat, az L az jó. Az I az jó, a B nem jó, Y, F. Akkor a nyert szó kell, hajszál híján, nem talál, legközelebb, kis híján, talán máskor, próbálja újra, szinte, majdnem, közel volt, hogy rohadjon meg. N és F, egyetlen egy sorsegyünk maradt. Egy 0-50-es. Sorba? Hű, igen. A francia sem vele, hogy nem volt eddig több nyerünk. Na, de legalább egy nyerű még kellene. Nagyon, nagyon, nagyon szorul állunk. És ennek nagy nyereménynek kéne lennie. Jöhet a millió. Talán máskor. Talán máskor is jöhet, de jöjjön. Nem talált. Szinte. Ez ugye már nyert. Nyert! Hoppá! Hoppá, nyerő a sorsér. Ott a nyert, na. Jó. Van egy legközelebb, lehet még nyert. Hát ha a következő. Próbálja újra. Majdnem. És közel volt. Egy nyertünk van eddig. Persze több nyeremény a sorsigyem. Hát ez 50 000. 1000. És még egyszer 1000. Jöhetne még egy 1000-es. Gyere már 1000. 25 millió. 25 millió, az nem jöhet, mert egyszer nyert a sorsjegy, de az 1000 jöhet, de az 50 000 jön. És akkor nézzük meg, hogy a mázli az beakad-e. Az L az jó, az S meg nem. L, S, O, V, I. És a nyert szó. Hát nagyon remélem, hogy valami szép nagy nyert. Millió, 100 000-es, 10 000-es. Egy 1000. Hát az első videó és az utolsó videó. Megjegyezett. Két nyerő, 1500 forint. És a második és a harmadik videó is. Négy nyerő, 3000. Csak a negyedik videó volt jó, az pluszos volt. Legalábbis ebből a szempontból. U betűk. És hát én nem vagyok ezzel most nagyon megelégedve. Sőt, egyáltalán nem vagyok megelégedve. 8 nem nyerő mellé jött 2 darab nyerő. Itt az 1500 forintunk. És mindjárt visszatérünk a másik kamerába, összeszámoljuk, hogy merre, mi merre, hány méter, és hogy hát hogy miért fogunk most sírni. Mert sírunk szerintem. Megvan az eredmény. Bicsi ezerről összebűvölt a telefonjába, hogy mi merre, hány méter, milyen betűk voltak, és hogy milyen nyeremények, mennyi.
Itt van. 50 darab lekapart. Teljes pak. Te tudod, hogy, mi lett a vége. Így van, három betűt ismertünk meg, UK, meg még egy, ami nem jut eszembe. W. W. És szerintem. Szerintem, és az volt a 2000-es. 17 nyerünk volt, ami egyébként ahhoz képest jó, 1-2,94-hez nyerés. Az az teljesen jó, az jó, jobb lett egy kicsit, mint amennyi a pak hátuljára van írva. Így van. A nyeremény pedig 60%, 15 ezer forint. 25 ezerből. Az egy jónak számít. 500-as sors egyeknél a legszarabb pakok kevesebbet hoznak. Így van. Szerintem egy kicsit megdobta, hogy két darab 2000-esünk volt. Igen. Kettő volt? Kettő volt. De mutassuk meg diagramba. De úgy nézett ki a dolog, hogy 25 ezer forintért vettük meg a teljes pakot, amiből 15 ezer, vagyis a 60%-a jött vissza, és így 10 ezer forintot buktunk, ennyibe került nekünk ez az 5 videó. Lehetett volna jobb is, nagyon hiányzott a nagy nyeremény. És hát 50 darabban a pakban, hogy osztottak el a nyeremények? Az eleje az eléggé siralmas volt, aztán voltak egymás után nyerők, utána megint egy nagy lyuk, utána egy nagyon jó rész jött, viszonylag jó, aztán megint jött egy nagy lyuk, és a végén volt két nyerő, szóval most érdekesen osztottak el, nem egyenletesen, és hát elég szomorú, hogy 2000-es volt a legnagyobb. Ebből 2 darab volt, 7 darab 1000-es és 8 darab 500-as, így jött ki a 15 ezer forint, azaz a 17 darab nyerő. Hát nem vagyok elájulva tőle, az egyszer biztos. A betűk pedig a 2000-hez a dupla, V, 1000-hez az U és 500-hoz a K. Az az igazság, hogy a számok alapján nem volt annyira rossz, de nem éreztük. De valahogy nem. Most az, hogy van itt 50 darab sorsjegy és tudsz belőle 10 videót csinálni, ez így nekem, mint videósnak, így nem annyira jó dolog. Nincs annyi, de mint játékosnak se, mert szerintem kevés ez a játék valahogy. 500 forint. És az a durva benne, hogy sokkal jobban megéri még mindig ez játék szempontjából, mint az 1000-es meg a 2000-es. És az a durva, hogy minden egyes szempontból ez most jobb volt, mint a 2000-es pakkaparás. Igen. Ugye ott nem jött vissza. Ami 100%. Igen. Ott csak 56% jött vissza, és ugye nem mindegy, hogy a 25 ezernek 60%-a vagy a 100 ezernek az 56%. Na mindegy, az nagyon durván szarul sikerült, ez annyira nem, és még áll előttünk egy pakkaparás, méghozzá a közepes, a nagykerék, az 1000 forintos nagykerék is ki lesz vallatva. Hát reméljük, az pluszos lesz. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, amikor játszotok, akkor nyerjetek nagyokat, és ne felejtsétek. Ez, meg bármelyik sorsjegy, az nem arról szól, hogy hasznot fogtok vele elérni, hogy több pénzetek lesz akkor, hogyha játszotok, mint hogyha nem játszanátok. Ezt nagyon fontos észben tartani. Biztos, hogy ha hosszú távon játszol, kevesebb pénzed lesz, mint amennyit ráköltesz. Ez itt most nagyon jó bizonyította, hogy ez egy átlagnál jobb pak, és mégis azért van egy jelentős mínusz. És minden hónapban a statisztikák ezt hozzák elő, de a Fly-Ferivel. Így, ahogy mondod. Ferinek köszönöm szépen, hogy vezeti a statisztikákat, nagyon jó van benne. Nézzétek meg a videóit, rakott fel új ilyen csípős videót. Szóval, durva. Durva, de amúgy jó a játék. Tehát a játékélmény, az izgalom, szinte elképzelni azt, hogyha megnyernéd, mit csinálnál vele. Igazán, hogy csak egy ilyen vágyat veszel meg egy ilyen képzelődés, de az tud jó lenni, csak helyén kell kezelni, kordába kell tartani, és vigyázzatok azért vele. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Iratkozzatok fel! Legyen szerencsénk! Sziasztok! Sziasztok.